Vukénél leánynevén de Conflans, idős asszonyság, 40 évet tart fenn polgári panziót Párizsban, a Diáknegyed és a Saint-Marceau negyed közt húzódó Neuf-Saint-Genevieve utcában. A Vokéház néven ismert panzió szállást ad férfiaknak és nőknek, fiataloknak és öregeknek, anélkül, hogy valahogy is gáncs érte volna a tisztes intézmény erkölcseit. Igaz, hogy 30 év óta nem fordult meg falai közt, ifjú nőszemély, legény ember pedig, csak olyan lakik benne, akit hazúrról gyengén látnak el havi pénzzel. Mégis 1819-ben, amikor ez a dráma kezdődik, akadt a lakók közt egy szegény fiatal lány. Bármennyire is elcsépelte és lejáratta a drámaszót napjaink szívhasogató irodalma, amely kegyetlenül visszaélt vele, mégis ezt a szót kell itt használnunk. Nem mint ez a történet a szó igazi értelmében dráma lenne, de a könyv végére érve talán hullatnak egy-két könnyet az olvasók intramuros et extra a falakon belül és kívül. Megértik-e vajon Párizson kívül? Jogos a kételkedés. E megfigyelésekkel és helyi színekkel zsúfolt jelenetnek a részleteit csak azok méltányolhatják igazán, akik a Montmartre buckái és a Montrouge magaslat közt élnek ebben a híres völgyben, ahol állandóan hullófélben van a vakolat, és patakokban folyik a szennyvíz. Valódi szenvedések és talmi örömök töltik be ezt a völgyet, és az izgatott sürgésforgásban csak ami kirívó kelthet ideig óráig feltűnést. Elvétve azonban olyan fájdalmakkal is találkozunk itt, amelyeket a bűnök és erények összetorlódása nagyjá és ünnepélyessé avat. Láttukra megtorpan és megenyhül az érdekhajhászó önzés. De a friss élményt gyorsan megemészti akár a zamatos gyümölcset. A civilizáció szekere, amely a jaggernáti bálványéhoz hasonlatos, épp hogy kissé meglassítja vágtáját, ha a többinél kevésbé törékeny szív kerül útjába. Majd gyorsan átgázol rajta, és diadalmasan robog tovább. Így teszel te is, olvasom, fehér kezedben tartva ezt a könyvet, puha karosszéketbe süppetsz mondván, ez talán elszórakoztat. Miután elolvastad az öreg Goriot titkolt balsorsának történetét, jó étvágyjal megebédelsz, érzéketlenségedet a szerző rovására írod, ráfogod, hogy túloz, megvádolod, hogy átkölti a valóságot, tudd meg hát. Ez a dráma nem a képzelet szüleménye, nem is regény. All is true. Minden igaz. Annyira valóságos, hogy egyes elemeit bárki felismerheti a maga környezetében, esetleg saját szívében. A ház, amelyben a családi panzió virul, Vokénné tulajdona ott áll, a Neuf-Saint-Genevieve utca alsó részén, ahol a kövezet oly meredeken lejt az Arbalét utca felé, hogy lovaskocsival bajos közlekedni rajta. Ezért olyan csendesek a Val de Grâce templom és a Pantheon közötti szűk utcák. Ez a két műemlék megváltoztatja a környék légkörét. Sárga tónusokat vet belé, és homályossá teszi kupolájának komor árnyékával. Itt száraz a kövezet, a lefolyókban se sár, se víz, a falak mentén fű burjánzik. Aki erre jár, lenne bár a leggondatlanabb ember, kedvét veszti. Egy kocsi robogása errefelé esemény. A házak mogorváka, falak börtönre emlékeztetnek. Az errevetődő párizsi csak polgári panziókat látna itt, vagy középületeket, nyomort, vagy unalmat, haldokló öregséget, munkára kényszerülő vidám ifjúságot. Nincs Párizsnak visszataszítóbb kerülete, de mondjuk ki, ismeretlenebb sincs.
kivált kép, a Neuve Saint-Genevieve utca olyan, mint egy bronz keret, az egyetlen, amely ehhez a történethez illik, s amelynek felidézéséhez semmilyen szín sem lehet túl komor, semmilyen gondolat túl sötét, ugyanúgy, miként lépésről lépésre halványabb lesz a napvilág és tompább a vezető kántálása, ahogy az utas lejjebb és lejjebb halad a katakombákba. A hasonlat helyén való. Ki dönti el, mi borzalmasabb? Szikkadt szíveket, vagy üres koponyákat nézni? A panzió homlokzata kis kertre néz, úgyhogy a ház egyenest rászögellik a Neuve Saint-Genevieve utcára, ahonnét hosszában látszik az épület. A homlokzat mentén a ház és a kertecskek közt önnyi széles, vájuszerű kavicsos sáv húzódik, előtte pedig homokkal felhintett út, amelyet nagy, kék és fehér fajanszvázákba ültetett muskátlik, leanderbokrok és gránát almafácskák szegélyeznek. Az útra nyíló kiskapu fölött cégtábla látható az alábbi felirással. Vauquier ház. És alatta polgári panzió mindkét nem és egyebek számára. Nappal a lármás csengővel felszerelt rácskapun át, a kisköves járda végén az utcával szemközti kőfalon festett, zöld márványoszlopsor látszik, egy kerületbeli piktor műve. A festmény hamis távlatú mélységében ámort ábrázoló szobor, a felületét borító pikkelyes máz, a szimbólumok kedvelőinek talán titkokat regélne a párizsi szerelemről, amelyet néhány lépéssel odébb gyógykezelnek. A talpazat alján a félig elmosódott felirat azzal a lelkesedéssel, amelyet a Párizsba 1777-ben visszatért Voltaire iránt tanúsít, elárulja a díszítmény keletkezésének idejét. Akárki légy, ő az urad, az volt mindig, az is marad. Sötétedéskor a rácskapu mögött a tömör deszkapuput is bezárják, a homlokzat hosszával egyenlő nagyságú ketrecskecske beszorul az utcai fal és a szomszéd házak tűzfala közé. Ezt véges végig palástként takarja el a ráhajló vadborostyán, úgyhogy Párizsban szokatlan festői hatással vonja magára a sétálók figyelmét. A falakat lécrácsok borítják, s a rájuk futtatott venyigék hitvány poros szőlő termését Vauquierné minden évben féltő gonddal szemléli, és nem győz róla lakóival tárgyalni. A falak hosszába keskeny ösvény vezet a hársfáklomb sátrához. Ezt a szót Vauquierné hiába született de conflant, makacsul hálsfának ejti, nem törődve lakóinak nyelvtani megjegyzéseivel. A két oldalsó ösvény közt négyszögletes articsóka ágy, a körül orsó formára nyesett gyümölcsfák. Az ágyás sóskával, salátával és petrezselyemmel van körül plántálva. A hálsfák alatt zöldre festett kerek asztal, körülötte székek. Kánikula idején, amikor a nagy hőségben magától kikelne tojásból a csirke, itt szürcsölik a fekete kávét a vendégek, már akinek futja rá az erszényéből. A három emeletes, fönt manzárdba folytatódó homlokzat terméskőből épült, és azzal a sárga színnel van bemázolva, amely Párizs legtöbb házát elcsúfítja. Mindegyik emeleten 5-5 négyzet alakú apró ablak, mindegyiken zsalugáter, és mindegyik másképpen fölhúzva, vonalaik emiatt hadilában állnak egymással. A ház oldalán két-két ablak fér el, a földszintieket vasrács díszíti. Az épület mögött, mintegy 20 láb széles udvaron jó egyetértésben élnek malacok, tyúkok, házi nyulak. Az udvar végében áll a fáskamra. Ez utóbbi és a konyhaablak közt van az éléstár, alatta csurog ki a konyhai kijöntő zsíros moslékja. Az udvarból keskeny ajtó nyílik a Neuve Saint-Genevieve utcára,
Azon át szórja ki a szakásnő a szemetet, s a szennyhalmot bőségesen meglocsolja vízzel, nehogy járványt terjesszen. A földszint kiválóan megfelel a polgári panziók céljának. Első nagyszobáját a két utcai ablak világítja meg, üvegezett ajtó a bejárása. Ebből a szalomból nyílik az ebédlő, ezt lépcsőház választja el a konyhától, a lépcsőfokok peresztett fáját fölkefélik. Nincs szomorúbb látvány, mint ez a szalon, ülőbútoraim fakó és fényes csikozású lószőrvászon húzat. Közepén kerek asztal, Szent Anna márványból faragott fedőlapján, kopott aranycirádás, fehér porcelán készlet díszlik, amilyet manapság mindenfelé látni. A meglehetősen rosszul padlózott szobában melmagasságig ér a faburkolat. A falak felső részét borító papírkárpit, a Telemach főjeleneteit ábrázolja a mű klasszikus szereplőinek színes figuráival. A rácsos ablakok közét kitöltő festmény azt a jelenetet tárja a panzió lakói elé, amikor Kalipszó nímfa dúsan megvendégeli Odysseus fiát. 40 éve ingerli ércelődésre ez a kép a fiatal kosztosokat, akik azt hiszik fölébe kerekednek helyzetüknek, ha tréfára veszik a sovány ebédet, melyet szegénységükben fanyalodnak. A kőkandalló mindig tiszta tűz helyett tanúsítja, hogy csak kivételes alkalmakkor raknak benne tüzet. Párkányán két cserép, ócska, művirág raboskodik, egy roppantul ízléstelen, kékszínű márvány ingaóra szomszédságában. Ebben az első szobában olyan illat terjeng, amelyre nincs szó a köznyelvben. Panzió illatnak kellene nevezni, a doh, a penész, az avasság érzik benne. Fázol tőle, nedves lesz az orrod, átjárja a ruháidat is. Olyan helyiségre emlékeztet, ahol most végeztek az ebéddel, tálalás, éléskamra, menhely, konyha szagától bűzlik, akkor lehetne talán leírni ezt a szagot. Ha valaki kitalálná, hogy kell elemezni ezt a sok gyomorkavargó undokságot, amit minden egyes panzió lakó, akár öreg, akár fiatal, sui generis, saját, csak az egyénre jellemző, hurutos kipárolgása vegyít belé. Na, de akármilyen ronda és utálatos ez a szalon, a szomszédos ebédlőhöz képest még mindig elegánsnak és illatosnak mondható, akár egy budoár. Ezt a fával burkolt termet egykor befestették valamilyen ma már felismerhetetlen színre, afölé rétegekben rakódott és furcsa ákombákomokat rajzolt a piszok. A falak mentén körös körül szutykos pohárszékeken kicsorbult, fényevesztett kancsók, kerek bádogtálak, oszlopba rakott, turnai, gyártmányú, kékszélű, vastag porcelántányérok láthatók. Az egyik sarokban kis szekrény áll, számozott rekeszeiben tartják a kosztosok zsírpecsétes vagy borfoltos asztalkendőit. Csupa elpusztíthatatlan bútor darab, amelyek már sehol sem kellenek, de itt még helyet kapnak, akárcsak a civilizáció selejtje a gyógyíthatatlanok menején. Látsz itt barométert, amelyből kijön a kapucinus barát, ha esik az eső. Látsz aranyszegélyű, fényezett fakeretekbe förtelmes metszeteket, amelyek láttára elmegy az étvágyad. Részberakásos gyöngyház fali órát, zöld cserépkályhát, argánlámpákat, amelyekben az olaj porral keveredik, hosszú asztalt, amelynek viaszos vászon terítője eléggé zsíros ahhoz, hogy egy mókázó, külső, kosztos ráfirkanthassa a nevét, mutatóját használva íróvesszőnek. Látsz elnyomorodott székeket, vedlett kis lábtörlőket, amelyeknek gyékény fonata folyton feslik, de azért úgy, ahogy egészben marad, aztán hitvány lábmelegítőket, csupa horpat lyukkal és rozzant sarokvassal, elszenesedő fakerettel,
hogy milyen ócska töredezett, korhat, rozog a csámpás, nyomorék, csonka, rokkant, haldokló ez a bútorzat, annak érzékeltetéséhez részletes leírása lenne szükséges, de ez túlságosan lassítaná történetünk érdekfeszítő menetét, és csöppet sem lenne ínyére a sietős olvasóknak. A vörös kőpadozat gidres-gödrös a sok sikálástól vagy mázolástól, egy szóval a prózai nyomor uralkodik itt, a fukar sűrített, elnyűtt nyomorúság. Még nem merőkosz minden, de már meglehetősen mocskos. Még nem csupa rongy, de ma holnap szétrohad. A szoba teljes fényében ragyog, amikor reggel 7-kor besompolyog Vokéné macskája, megelőzve úrnőjét, felugrál a poárszékekre, szaglássza a tejet a tányérral befödött csuprokban, és reggeli dorombolásba kezd, csak hamar megjelenik az özvegy cifra, tül főkötője alól kifityeg, kajlán felrakott vendéghajának egy tincse, csoszogva lépked fancsali papucsaiban, vénecske kövérkés arca a belőle kinyúló papagáj csőrrel, zsírpárnás keze, templomjáró néni kékre emlékeztető tömzsi alakja, túlságosan telt, rengő keble összhangban van ezzel a teremmel, ahol csak úgy bűzlik a balsors, ahol megbúvik a spekuláció, amelynek áporodott levegőjét Vokéné utálkozás nélkül leheli be. Arca, mely oly üde, mint az első őszi fagy, ráncok közül pislákoló szemének kifejezése, mely a táncos nő hivatásszerű mosolyából az uzsorás rideg szemöldök ráncolásába megy át. Egy szóval egész személye kifejezi a panziót, mint ahogy a panziót el se lehetne képzelni a személye nélkül. Fegyház nincs porkoláb nélkül, a kettő egymás nélkül el sem képzelhető. A kistermetű asszonyság ólmos vaskossága ebből az életből következik, mint ahogy a tifusz a kórház kipárolgásából ered, kötött gyapjú alsó szoknyája, amely hosszabb a régi ruhából szabott felső szoknyánál, s melynek vattabélése kikandikál a foszladozó kelme fesléseiből, mint egy jelképezi a szalont, az ebédlőt, a kertecskét, jelzi a konyhát, és megjósolja a panzió lakóit. Ha ő jelen van, akkor teljes a kép. Az 50 év körüli Vokéné hasonlít minden sorsüldözött asszonyra. Üveges szemével oly ártatlanul néz, mint egy kerítőnő, aki szigorúnak tetteti magát, hogy jobb árat érjen el, egyébként kész mindenre, s hogy javítson a sorsán, kész volna kiszolgáltatni Zsorzsot és Pisegrút. Ha Zsorzs és Pisegrú még nem lenne kiszolgáltatva, mindamellett voltak éppen jó asszony, mondják a lakói, akik vagyontalannak hiszik, mert ugyanúgy nyögdécsel és köhécsel, mint ők. Mi volt Voké úr? Az özvegy sohasem nyilatkozott a megboldogultról. Hogyan vesztette el a vagyonát? A balsors csapásai alatt hangzott a válasz. Ővel rosszul bánt, nem hagyott rá mást, mint a két szemét, hogy sírjon. Ezt a házat, hogy megéljen belőle, és azt a jogot, hogy senki balsorsán ne kelljen szánakoznia, mert ő maga úgymond annyit szenvedett, amennyit ember csak szenvedhet. Úrnője tipegését hallva, Szilvi, a kövér szakácsnő, buzgón hozzálátott, hogy a bennlakóknak felszolgálja a reggelit. A külső kosztosok általában csak ebédre fizettek elő, havi 30 frankot. Történetünk kezdetén heten voltak bennlakók. Az első emeleten volt a ház két legszebb szobája, Vokéné foglalta el a kisebbet, a másikban Couturné, francia köztársasági hadbiztos özvegye lakott. Egy ifjú hajadon élt vele, Victorine Taillefer, akinek anyja helyett anyja volt. A két hölgy évi 1800 frankot fizetett a teljes ellátásért. A második emelet két szobája közül az egyiket egy Poiré nevű öregember lakta. A másikat egy 40 év körüli férfi, aki fekete parókát viselt, pofaszakállát festette,
Volt nagykereskedőnek, mondta magát, és Vodren névre mutatkozott be. A harmadik emelet 4 szobából állt, közülük 2 volt kiadva, az egyik egy Vénlánynak, aki Michonneau kisasszonynak hívta magát, a másikat egy volt metéltészta makaróni és keményítőgyáros bérelte, aki Gorjó apónak szólítatta magát. További 2 szoba a féle vándormadaraknak volt fenntartva, ilyenkor az diákoknak, akik akár csak Gorjó apó és Michonneau kisasszony, lakásért és ellátásért havi 45 frannál többet nem tudtak fizetni, de az ilyen lakókat Vokéni nem szívesen látta, és csak jobb hián fogadta be, mert túl sok kenyeret zabáltak. Pillanatnyilag e 2 szoba közül az egyikben egy fiatalember lakott. Angulim környékéről jött Párizsba jogot hallgatni, és népes családja legsúlyosabb nélkülözéseket vállalta, hogy évi 1200 frankot küldhessen neki. Eugène de Resignac, ez volt a neve, az a fajta ifjú volt, akit a balsors munkára szoktat, aki serdülő korától kezdve tisztában van vele, minő reményeket fűznek hozzá szülei, és szép jövőjét azzal alapozza meg, hogy már is kiszámítja, mire viheti, tanulással, tanulmányait pedig eleve hozzászabja előre látható társadalmi mozgalmakhoz, hogy az elsők közt aknázhassa ki a lehetőségeket. Az ő érdekes megfigyelései és a párizsi szalonokban való ügyes helyezkedése nélkül történetünk hiával volna a valóság színeinek, hiszen e színeket kétségkívül a fiatalember mozgékony szellemének köszönhette és vágyának, hogy behatoljon e szörnyű helyzet rejtélyeibe, amelyet okozói épp oly gondosan titkoltak, mint szenvedő alanya. A harmadik emelet fölött ruhaszárító padlás volt, és 2 manzárdszoba. Ezekben lakott Krisztóf, a kifutó inas, és Szilvi, a kövér szakácsnő. A 7 bennlakón kívül Vokéné évente átlagban 8 jogászt és medikust kosztolt, meg 2-3 a kerületben lakott törzsvendéget, akik mind csak ebédre fizettek elő. Ebédidőben 18-an ülték körül az asztalt, de 20-nak is lehetett volna teríteni. Reggelenként azonban csupán a 7 bennlakó gyűlt össze, úgyhogy a villás reggeli egész családiasan folyt le. Kiki papucsban jött le a szobájából, bizalmas megjegyzéseket engedett meg magának a bejáró vendégek öltözködéséről vagy viselkedéséről, a tegnapi étkezés eseményeiről. Senki sem tett lakatot a szájára. Ezek a bennlakók voltak Vokéné kényeztetett gyermekei. Csillagászati pontossággal mérte ki nekik gondoskodását és figyelmességét, aszerint, hogy ki mennyit fizetett az ellátásért. Ugyanez a szempont vezette ezeket a véletlenül összeverődött embereket. A 2 második emeleti lakó csupán 72 frankot fizetett havonta, ez az olcsóság, amely csak Saint-Marcel kerületben a Bourbe és a Salpetriék közt lelhető fel, és amely alól Coutroubné volt az egyetlen kivétel, mutatja, hogy a panzió lakók többé-kevésbé nyilvánvaló balsors terhe alatt sínylődtek. Így aztán a ház belsejének csüggesztő látványa visszatükröződött vendégeinek ágról szakadt külsején. A férfiak színehagyott kabátot viseltek. Olyan cipőt, amilyet előkelő városnegyedekben szemétre dobnak, foszlat fehér neműt ruházatukba, úgy szólván, már csak hálni járt a lélek. A nők divatja múlt újra festett, elfakult ruhákban jártak, kijavított régi csipkékben. Sok használattól fényes kesztyűkben, mindig rozsdafoltos gallérokban, foszladozó válkendőkben, de bári rosszul öltözködtek, erőteljes testalkatú volt szinte mindegyik, szervezetük bírta az élet viharait.
Hideg kemény arconásaik elmosódtak, mint a forgalomból kivont részgarasok. Fonnyadt ajkak közül mohó fogak villantak elő ezek a panziolakók, lezajlott vagy még zajló drámákat éreztettek. Nem rivad a fényben, festett vásznak közt játszódó drámákat, hanem élő és néma drámákat, fagyos drámákat, melyek forrón megdobogtatják a szívet, és sohasem múlnak el egészen. Az öreg mosonó kisasszony fáradt szeme fölött a sárga rész rót foglalatú zöld tafotából készült ellenző olyan mocskos volt, hogy az irgalmasság angyala is visszariadt volna tőle. Vékony szálú síralmas rojtokkal szegélyezett válkendője, mintha csontvázat takart volna, hogy szögletesek voltak alatta az idomok. Miféle sav marta el erről a teremtésről a női formákat? Valamikor csinos és jó alakú lehetett, a bűn tette így tönkre a bánat, vagy a kapzsiság. Talán sokat szeretkezett valaha, netán a mások testével üzérkedett, vagy csak a magáéval. Talán zabolátlan fiatalságának diadalaiért vezekelt most örömtelen örökségével, mely elriasztotta a járókelőket. Fénytelen tekintete dermesztő volt, elcsenevészesedett arca, félelmetes. Hangocskája vékonyan ciripelt, mint a tél közeledtekor a bokorba megbúvott tücsök. Azt beszélte, hogy régebben egy hólyakurutban szenvedő öreg urat ápolt, akit gyermekei magára hagytak, mert vagyontalannak hitték. Ez az aggasztján 1000 frank évi áradékot hagyott rá, amit időnként perrel támadtak meg a törvényes örökösök, és persze kígyót, békát kiáltottak rá. Noha a kicsapongások elrútították az arcát, még volt rajta némi nyoma a bőr fehérségének és finom szövetének, ami arra vallott, hogy teste megőrzött valamit egykori szépségéből. Poiré úr a féle rozzant gépezet volt. Ahogy ott lézengett, mint valami szürke árnyék a fűvészkert valamelyik fasorában, fején horpadt ócska satyakkal, bizonytalanul markolva sárgult elefántcsont fogantyú sétabotját gyűrött szárnyú császárkabátban, amely csak félig takarta el, csak nem üresen lötyögő térd nadrágját, és részegesen összeverődő kékharisnyás lábszárát, s látni engedte piszkos fehér mellényét és durva, gyűrött muszlin ing mellét, amely rosszul illett a pulykanyaka körét tekert kravátlihoz. Aki így látta, azt kérdezte magában, vajon ez a kínai árnyjáték figura nem az olaszok körútján őgyelgő elszánt zsáfé ivadékok fajtájából való? Miféle munkában töpörödött így össze, minő szenvedély festette barnára bibircsókos arcát, amely torszképnek rajzolva is valószínűtlenül halott volt. Mi lehetett azelőtt? Talán bizony igazságügyminisztériumi hivatalnok abban az irodában, ahová az ítéletvégrehajtók küldözgetik költségszámláikat az apagyilkosok fekete szemfedőiről, a kosárba való korpáról, a nyaktiló bárgyához szükséges zsinegekről. Talán vágóhídi kapu ellenőr volt, vagy köztisztasági felügyelő helyettes. Szóval az az ember alig, hanem közönséges szamár volt. Társadalmunk nagy taposómalmában amolyan párizsi raton, aki még nem talált rá Bertranyára. Egyszerű kis tengely, amely körül a közélet szerencsétlen vagy szennyes ügyei forognak, vagyis az a fajta ember, akire azt mondjuk, ilyenekre is szükség van. Az úri Párizs nem vesz tudomást ezekről a testi vagy lelki szenvedésektől, halott halvány ábrázatokról, de hiszen Párizs valóságos óceán. Beledobhatod a mérőont, mélységét, soha nem ismered meg. Keresztül kasul járod, hogy leírd, de akármennyi gondot fordítasz is a bejárására, leírására.
Akármi számosak és buzgók is e tenger kutatói, mindig akad még ott szűz terület, ismeretlen barlang, egy-egy virág, igaz gyöngy szörnyeteg, vagy más meglepő lelet, ami elkerülte az irodalmi búvárok figyelmét. A Vokéház egyike ezeknek az érdekes furcsaságoknak. Két alak élesen elütött a panzió lakóinak és törzsvendégeinek zömétől. Jól lehet, Victorine Taillefer kisasszony, mint a féle sápkóros hajadon, betegesen halvány volt és részese az általános szenvedésnek, amely ezen a társaságon a szomorúság megszokása, a kényszeredett magatartás, a szegényes és csatnya körülmények folytán urrá lett. Arca mégse látszott öregesen fonnyatnak, mozgása élénk volt, hangja csengő. Olyan volt ez a boldogtalan ifjú hajadon, mint egy sárgult lombú cserje, amelyet nemrég ültettek kedvezőtlen talajba. Rózsafoltos, fehér arca, hamvas szőke haja, légiesen karcsú termete azt a bájt sugározta, amelyet a modern költők a középkori szobrokon fedeztek fel. Sötétes, szürke szeme keresztényi szelítséget és lemondást tükrözött. Egyszerű, olcsó ruhája alatt fiatalos idomok domborodtak. Csinos volt, már amennyire csinos lehetett. Ha történetesen boldog, akkor elragadó lett volna. A nőknek a boldogság a költészetük, ahogy a szép ruha a díszük. Ha egy bál vidámsága rózsálott volna ezen a halvány arcon, az elegáns élet örömei telítették és csinosították volna kissé már beesett orcáit, ha a szerelem vidította volna szomorú szemét, Victorine talán a legszebb lányokkal is megállta volna a versenyt. Az hiányzott neki, amitől egy nő újjászületik. A cifrálkodás meg a szerelmes levelek. Története készregény. Apja úgy hitte, oka van rá, hogy ne ismeri el gyermekének, nem volt hajlandó őt magánál tartani, mindössze évi 600 frankot juttatott neki, kitúrt a vagyon részéből, hogy az egész vagyont fia kezére játszhassa. Couturné távoli rokona volt Victorine anyjának, aki kétségbeesésében hozzá menekült meghalni. Gondjaiba vette az árvát, mint saját gyermekét. Sajnos az özvegy hadbiztosnénak az özvegyi ellátáson és nyugdíjon kívül semmije sem volt. Bármikor itt hagyhatta a szegény, tapasztalatlan, vagyontalan lányt a világ prédájául. A jóasszony minden vasárnap misére, két hetenként gyónni vitte Victorint, hogy minden esetőségre istenfélővé nevelje. Jól tette, a vallásos érzések reménysugarat jelentettek a kitagadott gyermeknek, aki szerette apját, és évente felkereste, hogy elvigye neki anyja bocsánatát, de minden alkalommal az atyai ház könyörtelenül bezárt ajtajába ütközött. Fivére az egyetlen, aki közbenjárója lehetett volna, 4 év alatt egyszer sem látogatta meg, és semmivel sem segélyezte. Victorine Istenhez fohászkodott, nyissa fel atya szemét, lágyítsa meg fivére szívét, imádkozott értük, és nem vádolta őket. Couturné és Vokéné nem találtak elég erős szavakat az apa barbár viselkedésének megbélyegzésére. Mikor a gonosz milliómosra átkokat szúrtak, Victorine szelíd szavakat hallatott, mint a sebzett galamb, melynek fájdalom sikolyában is szeretet búg. Eugène de Rastignac igazi délvidéki volt. Fehér bőr, fekete haj, kék szemek. Megjelenése, modora, viselkedése elárulta, hogy nemesi család sarja, akit már gyerekkorában a hagyományos jó ízlésre neveltek. Keveset költött öltözködésre, hétköznapokon tavalyi ruháit hordta el, mégis ha társaságba ment, úgy ki tudta csípni magát, mint előkelő fiatalemberhez illik. Rendszerint ócska kabátban, hitvány mellényben járt,
Nyeszlett fekete nyakra valóját diákosan laza bogra kötötte, és mindehhez hasonlóan rossz minőségű pantalló talpalt cipőket viselt. E két személy és a többiek közt a festett pofaszakállas 40 éves Woodrem képviselte az átmenetet. Az a fajta ember volt, akire azt mondják, ez aztán szép szállegény, széles vállak, domború mellkas, duzzadó izmok, vaskos, szögletes kezek, az új pereceken erősen feltűnő, sűrű lángvörös szőrcsomók, korai redőkkel szántott arcán a ridegvonások meghazutolták sima és hajlékony modorát. Mély hangja ormótlan vidámságával nem volt visszataszító. Előzékeny volt és mosolygós. Ha a házban elromlott egy zár egy-kettőre, leszerelte, megreparálta, beolajozta, fényesre csiszolta, helyére tette, mondván, ismerjük mi egymást. Egyébként értek mindenféléhez, ismerte a hajókat, a tenger Franciaországot, külföldet, az üzleti életet, az embereket, a világ folyását, a törvényeket, a szállodákat és a börtönöket. Ha valaki túl sokat panaszkodott, tüstént felajánlotta szolgálatait. Többször adott kölcsönt Vokénénak és egyik-másik lakótársának. De akiket így lekötelezett, inkább meghaltak volna, semhogy ne adják meg tartozásukat, mert minden nyájassága ellenére félelmet gerjesztett egy bizonyos átható és elszánt pillantásával. Már azzal a móddal is, ahogy néha köpött egyet, rendíthetetlen hidegvérnek adta tanújelét, mint aki bünténytől sem riad vissza, hogy kievickéljen szorult helyzetéből. Szeme szigorú bíróként hatolt a kérdések, a lelkiismeret az érzelmek mélyére. Rendes szokása volt, hogy villásreggeli után elment hazúról egészen ebédig, esteig házon kívül, és éjféltárban tért haza, a Vogénétól kapott külön kapukulccsal. Egyedül ő élvezte ezt a kiváltságot, de jóban is volt az özvegyel. Mamának hívta, olykor megölelgette, eléggé érthetetlen hízelkedés. A jóasszony azt hitte, hogy még nem is olyan nehéz átkarolni a derekát, holott csak Woodrennak voltak olyan hosszú karjai, hogy körül tudott érni ilyen tisztes idomokat. Jellemző volt Woodrennra, hogy nem sajnálta a havi 15 frankot a kávélikőrért, amit ebéd végén szokott fogyasztani. Kevésbé felületes szemlélők, mint ezek a fiatalok, akiket elkapott a párizsi élet forgataga, vagy ezek az öregek, akik közönösek voltak minden iránt, ami őket közelebbről nem érintette, bizonyára gondolkodóba estek volna azon a kétes benyomáson, amit rájuk Woodren gyakorol. Ez az ember tudta, hogy vagy gyanította a környezetében élők ügyeit, viszont az ő gondolataiba és foglalatosságaiba senkibe nem láthatott. Noha látszólagos vidámságát, állandó szíveskedését és nyájasságát válaszfalként állattotta önmaga és a többiek közé, mégis nem egyszer elárulta, hogy jellemének félelmetes mélységei vannak. Gyakran tett Juvenalhoz méltó epés megjegyzéseket, szívesen gúnyolta a törvényeket, ostorozta az úri társaságot, azzal vádolta, hogy önmagának ellent mond, mindebből arra lehetett következtetni, hogy haragban van a társadalommal, s hogy élete mélyén gondosan eltemetett titok lappang. Tejfer kisasszony, talán mert tudtán kívül vonzotta a 40 éves férfi ereje és a fiatal diák szépsége, megosztotta kettejük közt titkos pillantásait és rejtett gondolatait, de úgy látszott, ő vele egyik sem törődik. Pedig hát, ha véletlen máról holnapra megváltoztathatja a helyzetét, és jó partit csinálhat belőle. Egyéb iránt ezek az emberek nem tartották érdemesnek, hogy meggyőződjenek, valódi vagy álbar sorsot panaszol-e valamelyikük. Azt a bizalmatlansággal vegyes közönyt tanúsították egymás iránt, amely kinek-kinek egyéni helyzetéből eredt.
Tudták, hogy képtelenek könnyíteni bajaikon, és azzal, hogy elmondták egymásnak, már kisűrítették a részvétkejét. Úgy voltak ezzel, mint az öreg házastársak. Nem volt már egymásnak mondani valójuk. Így hát nem maradt köztük más kapcsolat, mint a gépies élet, az olajozatlan szerkezet működése. Bizonyára részvétlenül mentek el, a vak utcai koldus mellett megindultság nélkül hallgatták végig egy balsors történetét, és a nyomor problémájának megoldását a halálban látták, úgy, hogy a legszörnyűbb végvonaglás iránt is érzéketlenné dermedtek. E csüggett lelkek közt Vokéné, a vendéglátóász fejedelemnője volt talán a legboldogabb. Csak ő látta derűs csalitnak a kiskertet, melyet a csend és a hideg, a szárasság és a nedvesség kietlenné tett. Csak az ő szemében volt gyönyörű ez a ridegház, amelyben a csapszék rézrozsda szaga terjengett. Az övé voltak ezek a zárkák, ő táplálta ezeket az örökös rabságra ítélt fegyenceket, akik fölött elismert tekintét gyakorolt. Hol kaptak volna Párizsban ezek a szegény emberek olyan áron, mint nála tápláló elégséges kosztot és hozzá lakást, ahol módjukban állt, ha nem is elegánsan és kényelmesen, de legalább tisztán és egészségesen berendezkedni. Ha Vokéné égbe kiáltó igazságtalanságra vetemedik, áldozata a szízokszó nélkül eltűrte volna. Egy ilyen közösségen belül kicsiben az egész társadalom elemei föllelhetők. A 18 asztaltárs közt, akárcsak kollégiumokban és a nagyvilágban, akadt egy szegény, megvetett, üldözött Isten teremtése, akire csak úgy záporoztak a rovására faragott élcek. A második év elején erre az alakra figyelt föl leginkább Eugène de Rastignac, azok közül, akikkel még két esztendei együttélésre volt károsztatva. Az egykori tésztagyáros volt ez az áldozati bárány, az öreg Goriot, akinek fejére egy festő, akárcsak az elbeszélő, a csoportkép minden fényét rávetítené. Mi lehetett az oka, hogy az a már-már gyűlölködő megvetés, ez a szánalommal vegyes üldözés balsorsának, ez a semmibe vevése sújtotta a panzió legrégibb lakóját? Talán komikus vagy különc szokásaival szolgált rá olyasmivel, amit az emberek nehezebben bocsátanak meg, mint a bűnt. Ezek a kérdések sok társadalmi igazságtalanságot érintenek. Úgy látszik, ez az emberi természetben gyökerezik, hogy mindent elszenvedtünk azzal, aki kész mindent elszenvedni igazi alázatosságból, gyengeségből vagy közönyből. Avagy nem szeretjük-e mindnyájan kipróbálni erőnket valakinek vagy valaminek kárára? A leggyöngébb is, a gyerkőc, sorra becsönget a kapukon télvíz idején, vagy fölkapaszkodik egy vadonatúj műemlékre, hogy odafirkantsa a nevét. Goriot apó úgy 69 éves lehet mostanában, 1813-ban hagyott föl az üzlettel és költözött be Vokénéhoz. Eleinte Couturné későbbi lakosztályát bérelte, és 1200 frankot fizetett az ellátásért, mint akinek 5 arany ide vagy oda meg se kottyan. Vokéné akkor újra berendezte a lakás 3 szobáját abból az előre lefizetett összegből, amelyből úgymond futotta valami hitvány bútorzatra, sárga kalikó függönyökre, utrejti bársonnyal bevont fényezett fakeretes fotelekre, néhány mázolmányra és olyan tapétára, amelyet külvárosi kocsmákban sem tűrtek volna meg. Talán Goriot apó, vagy, ahogy akkoriban tisztelték, Goriot úr hanyag bőkezűsége, amivel hagyta, hogy becsapják, talán ez vitte rá az özvegyet, hogy az öreget hülyének nézze, aki nem is konyít az üzlethez. Goriot gazdag ruhatárat és szép fehér neműt hozott magával, mint a féle nagy kereskedő,
aki semmit sem tagad meg magától, mikor visszavonul az üzlettől. Vokéné megcsodálta a félhollandi vászomból való 18 inget, amelyek finomságát még szembetűnőbbé tette, hogy a volt tésztagyáros a keményített ing mellen két láncocskával összefűzött meltűt viselt egy-egy jókora gyémánttal. Rendszerint búzavirág kék öltönyben járt, minden nap fehér piké mellényt vett föl körte alakú rengő pocakja fölé, melyen fityegőkkel tele aggatott nehéz aranylánc cimbálózott. Aranyból volt a tubák szelencéje is, a beleillesztett medálión pedig, tele hajszálakkal, azt a látszatot keltette, mintha Goriónak sikerei lettek volna a nők körül. Amikor a háziasszony szoknyavadásznak titulálta, vigan mosolygotta a bajsza alatt, mint mikor a nyárspolgár örül annak, hogy a veszőparipáját dicsérik. Almáriumai, így szokta népiesen emlegetni a szekrényeit, megteltek a háztartásából maradt tömérdek ezüstneművel. Az özvegy szeme fölcsillant, amikor előzékenyen segített neki, hogy kirakja és elrendezze a levesmerő kanalakat, az evőeszközöket, az olaj és mártás tartó csészéket. Több tálat az aranyozott ezüst reggeliző készletet. Ezeket a többé-kevésbé szép és jó nehéz ajándéktárgyakat Gorió bácsi egy világért oda nem adta volna, családi életének ünnepi alkalmaira emlékeztették. Ez itt, mutatott Vukénénak egy tálcát, meg egy kis csészét, amelynek födele csókolózó gerleppárt ábrázolt. Feleségem első ajándéka volt, házasságunk első évfordulójára, szegény drágám. Lánykorában megtakarított pénzecskéjéből vette, látja asszonyom, inkább a 10 körmömmel válnám a földet, sem, hogy ettől megváljak. Hála az égnek, ebből a csészéből ihatom a reggeli kávémat hátralévő napjaimban, nem panaszkodom. Sokáig lesz mit aprítanom a tejbe. Végül Vukéné szarka szemével megpillantott néhány örök járadék kötvényt, és a számadatok hozzávetőleges összeadásából kiderült, hogy az öreg Goriónak 8-10 000 frank jövedelme lehet. Attól fogva Vukéné leány nevén, de Conflans, aki akkor ténylegesen 48 éves volt, de csak 39-et vallott be, holmi gondolatokat kezdett forgatni a fejében, attól eltekintve, hogy Goriót személye, aki fordult, megduzzadt és lefittyett úgy, hogy elég gyakran kellett törülgetnie, az özvegy kellemes, jó külsejű embernek tartotta, egyébként az özvegy jámbor lakójának alkalmasint olyan erkölcsi tulajdonságaira is számított, amelyeket húsos, kidomborodó lábikrája és hosszú, tömpevégű orra sejtetett, gyermekesen együgyű holdvilágképe pedig megerősített. Jól megtermett öregember képes ez rá, hogy józan eszét érzelmekre fecsérelje. Kétfelé fésült hajzata, melyet a műszaki főiskola fodrásza naponta risporozott, 5 csücsökben nyúlt le alacsony homlokára és tetszetősen keretezte ábrázatát. Kisé otromba alak volt, de oly rendesen öltözködött, oly sűrűn csippentett és szippantott a tubákjából, mint aki biztos lehet benne, hogy szelencéjéből sosem fogy ki a finom makuba dohány. Így hát aznap, amikor Goriót beköltözött hozzá, Vokéné este úgy forgolódott az ágyában, mint fogoly a nyárson, annyira föltüzelte a vágy, hogy búcsút mondjon Voké szemfedőjének, és mint Gorióné szülessen újjá. Férjhez menni, eladni a panziót, karját nyújtani a polgári rende dísz példányának, tekintélyes dámává emelkedni a kerületben, adományokat gyűjteni az ínségesek javára, vasárnap kikirándulni, Soassiba, Gentilbe,
színházi páholyba ülni, amikor kedve tartja, nem várni júliusig, amikor valamelyik panzió lakótól szabad jegyet kap. Megálmodta a párizsi kis háztartás egész eldorádóját. Senkinek sem vallotta be, hogy fogához vett garasokból 40 000 frankja gyűlt össze. Vagyoni tekintetben minden esetre tűrhető partinak vélte magát, ami a többit illeti. Érek annyit, mint az a jó ember, mondogatta a forgolódás közben, mintha meg akarna bizonyosodni bájairól, melyeket a kövér Szilvi minden reggel viszont látott az ágyban, homorú lenyomatban. Ettől a naptól kezdve, mint egy 3 hónapon át, Vukéné igénybe vette Gorió úr fodrászát. Ruházkodása is költött valamit, azzal indokolva ezt, hogy némi dekorumot kell adni a házának, tekintettel a benne megforduló előkelőségekre. Sokat mesterkedett, hogy megrostálja lakóit, nagyban hangoztatta, hogy ezen túl csak is minden tekintetben kifogástalan egyéneket fogad be. Ha valaki idegen jelentkezett, eldicsekedett, hogy Gorió úr, Párizs egyik legjobb nevű, legbecsületesebb nagyiparosa az ő panzióját részesítette előnyben. Prospektust osztogatott ezzel a címmel, Vokéház. A városrész egyik legrégibb és legkedveltebb polgári panziója, így szólt a szöveg. Gyönyörű kilátás a Gobelins völgyre. A 3. emeletről oda lehetett látni ugyanis. Szép kert végén hálfasor húzódik, jó levegőt és kellemes magányt is fölemlítette a prospektus. Ez vonzotta a házba Lambermez grófnét. A 36 éves úrinő nagyban várta, hogy rendezzék és folyosítsák a nyugdíját, amely, mint a harctereken elesett tábornok özvegyének járt neki. Vokéné fél esztendőn át élelmezte, fűtötte számára a szalont, és annyira beváltotta, amit prospektusa ígért, hogy tisztára ráfizetett. A grófné kilátásba helyezte kedves barátnőjének szólítva Vokénét, hogy megszerzi neki 2 barátnőjét, Vomerlan bárónőt és gróf Pikkó ezredes özvegyét, akiknek Maréban van Vokéházánál jóval drágább panzióban, lejáróban a bérletük. Ezeknek a hölgyeknek egyébként igen jó soruk lesz, mihelyt a hadügyminisztérium hivatalai befejezik munkáikat. Csak hogy, mondta, a hivatalok soha semmit el nem intéznek. A 2 özvegy ebéd után bevonult Vokéné szobájába egy kis tereferére. Közben ribiszkelikört hörpöltek, és a háziasszony saját külön nyalánkságaiból csemegésztek. Lambermezilné élénken helyeselte vendéglátójának Gorió úrra vonatkozó szándékait. Egyébként ő ezeket a kitűnő szándékokat már első nap kitalálta. Gorió urat tökéletes férfinak tartotta. Ó, drága asszonyom, lelkesedett az özvegy. A makegészséges ember remekül konzerválja magát, és még jól el tud szórakoztatni egy nőt. A grófné finoman megjegyezte Vokéné öltözködése, nincs kellő szangban a törekvéseivel. A háborúra föl kell készülni, mondta. Hosszas számolgatás után elmentek a Palais Royalba, a deszka árkádok alatt tollas kalapot és főkötőt vásároltak, a grófné a kis Jeanette áruházba elcipelte kedves barátnőjét, ott kiválasztottak egy ruhát és egy selyemsálat, mikor magára szedte a fölszerelést, és ott állt teljes fegyverzetben, az özvegy veszedelmesen hasonlított a divatos ökör cégérére. Ő azonban úgy látta, hogy előnyére változott meg, ezért lekötelezve érezte magát a grófnőnek, s bár nem volt valami adakozó természetű, megkérte, hogy fogadjon el tőle egy 20 frankos kalapot. Voltak éppen számított a szívességére,
hogy kifürkészi Goriot urat, és őt kedvező színben tünteti fel előtte. Lambert Mézilné készséggel vállalkozott a fortélyos feladatra, meg is környékezte az öreg tésztadárost, és sikerült őt meghitt beszélgetésbe vonnia. Miután azonban Goriot szégyenlősen, hogy nem mondjuk elutasítóan tért ki a grófnő próbálkozásai elől, amelyekkel a maga számlájára akarta levenni a lábáról, ő méltósága ekkor udvariatlanságtól fölháborodva faképtél hagyta kiszemelt áldozatát. Angyalom, mondta kedves barátnőjének, ebből az emberből ugyan soha semmit ki nem húz. Nevetségesen, gyanakodó, garasoskodó fráter, ostoba fajankó, csak bosszúságot fog okozni kegyednek. A közöttük történtek után Lambert Mézilné színét sem akarta látni Goriónak. Másnap meglépett, de elfelejtette kifizetni hatavi panzióját, és 5 frankot érő kacatot hagyott hátra. Vokéné mohon utána vetette magát, de egész Párizsban nem akadt a nyomára egy Lambert Mézilné nevű grófnőnek. Gyakran emlegette ezt a kínos esetet, szitta magát a hiszékenységéért, pedig különben gyanakvóbb volt a macskánál is, de úgy járt, mint igen sokan, akik nem bíznak a hozzájuk közelállókban, viszont az első jöttmetnek lépre mennek. Különös, de igaz erkölcsi tény ez, gyökerét könnyű megtalálni az emberi szívben, némelyek talán mit sem nyerhetnek azok szemében, akikkel együtt élnek, és miután kimutatták nekik szívük ürességét, megérdemeltnek érzik a róluk alkotott szigorú ítéletet. De vagy mert leküzdhetetlenül vágyódnak a nélkülözött hízelgésekre, vagy mert olyan jó tulajdonságokkal akarnak kérkedni, amelyek nincsenek meg bennük, remélik, hogy meghódítják idegenek becsülését és szívét, még ha idővel el is veszíthetik. Vannak született talszonlesők, akik nem jó barátaikhoz és rokonaikhoz éppen, mert úgy dukálna, hogy jók legyenek, viszont azzal, hogy idegeneknek szívességeket tesznek, a hiúságukat legyezgetik. Minél szűkebb a kör, annál komiszabbak, mennél tágabb, annál szolgálatkészebbek iránta. Vokéné kisinyességével, képmutatásával és utálatosságával ezek közé tartozott. Ha én itt lettem volna, mondta neki Vautrin, nem érte volna önt kellemetlenség, gyönyörűen lelepleztem volna azt a semmiházi némbert. Pofáról megismerem a fajtáját. Szívesen tett más valakit felelőssé saját hibáiért. Mikor az a bizonyos veszteség érte, a derék tésztagyárosban látta szerencsétlenségének kútforrását, és akkor kezdett belőle, így mondta, kiábrándulni. Amikor rájött, hogy fickándozásai és reprezentációs kiadásai kárba vesztek, hamarosan kiderítette kudarca okát. Észrevette, hogy lakójának, mint mondotta, van valami a füle mögött. Vagyis hát, most már bizonyos volt, hogy dédelgetve ápolt reménysége ködös ábránt kép, és hogy ebből az emberből soha semmit nem fog kihúzni, ahogy a grófnő a maga erélyes módján megjegyezte, pedig az nyilvánvalóan értette a csíziót, ellenszenvében most szükségképpen messzebbre ment, mint azelőtt barátságában. Gyűlölete nem szerelmével, hanem meghiúsult reményeivel volt arányban. Az emberi szív a szenvedélyes vonzalom csúcsai felé haladtában, olykor pihenőt tart, de ritkán áll meg, amikor a gyűlölködő érzések lejtőjén zuhan lefelé. Ám de az özvegy, mint hogy Goriot apó a lakója volt, kénytelenségből elfajtotta sértett hiúságának kitöréseit, eltemette csalódás okozta sóhajait, lenyelte bosszúvágyát, mint a szerzetes, akit perjele sanyargat. Kicsinyes lelkek
Szüntelen kicsinyességekkel adnak tápot jó vagy rossz indulataiknak. Az özvegy a maga női kajánságával apró tűszúrásokat eszelt ki áldozata bosszantására. Azon kezdte, hogy megszüntetett minden fölösleges inyenséget, amit a panzióba bevezetett. Nincs több uborka, nincs többé szardella, ezek hiába valóságok jelentettek ki Szilvinek aznap este, amikor elhatározta, hogy visszatér a régi rendhez. Goriot azonban mértékletes volt, szokássá fajultnál a takarékosság, ami nélkül nem boldogulhatnak, akik a maguk erejéből szerzik vagyonukat. Leves, főtt hús, főzelék volt, és maradt kedvenc vacsorája. Így hát Vokininak nehéz volt kihozni sodrából lakóját, semmivel sem tudta elvenni az étvágyát, elkeseredésében, hogy így megtámadhatatlan ellenfélre talált, nem átallott a háta mögött becsmérelni, így Goriot iránti ellenszenvét átplantált a többi lakójába is, akik csupa mulatságból kezére jártak bosszú terveiben. Az első év vége felé az özvegy odáig jutott a gyanakvásban, hogy azon töprengett, vajon ez a gazdag üzletember, akinek 7-8 ezer frank járadéka van, pompás ez is neműje és olyan ékszerei, mint egy kurtizánnak, miért lakik nála vagyonához képest igazán szerény ellátási díjért? Ennek az első évnek a nagy részében Goriot gyakran étkezett tázon kívül, kétszer-háromszor hetenként, később lassanként megváltoztatta szokását, úgyhogy havonta csak kétszer vacsorázott a városban. Goriot uraság kiruccanásai sokkal inkább egyeztek Vokéné érdekeivel, semhogy ne bosszantotta volna, hogy lakója egyre rendszeresebben nála étkezik. Ezt a változást részint annak tulajdonította, hogy Goriot hova tovább elszegényedett, részint annak, hogy borsot akart törni szállásadója orra alá. Az ilyen liliputi szellemeknek egyik undok szokásuk, hogy másokról feltételezik saját kicsinyességüket. Sajnos a második év végén Goriot úr igazolta a róla terjesztett pletykákat, mert azzal a kívánsággal állt elő, hogy Vokéné költözesse fel a második emeletre, és ellátási díját szállítsa le 900 frankra. Oly szigorú takarékosságra szorult, hogy egész télen nem fűtötte szobáját. Az özvegy előre követelte a fizetséget. Ebbe bele is egyezett Goriot úr, akit a panziósné ettől fogva Goriot apónak hívott. Lehetett találgatni, mi az oka ennek a hanyatlásnak. Nehéz volt a válasz. Ahogy az álgrófné megmondta, Goriot apó alattomos titkolózó ember volt. Az üres fejűek logikája szerint, akik mind azért közlékenyek, mert csak semmiségekre jár rá a nyelvük. Aki nem beszél a dolgairól, annak rosszul áll a szénája. Így lett a tekintélyes üzletemberből csaló, a nagy szoknyavadászból vén tratty. Vautrin szerint, aki akkortájt költözött a Vokey házba, Goriot apó tőzsdére járt, s a pénzemberek eléggé nyers szavával élve, éppen csak tengődött az értékpapírokból, miután tönkrement rajtuk. Meg lehet, hogy a féle kis hazárdjátékos, aki minden este megkockáztat és nyer 10 frankot. Esetleg a titkos rendőrség besúgója, de Vautrin úgy vélte, ahhoz nem elég agyafult. Ráfogták még Goriot apóra, hogy uzsorás, aki kosztpénzre ad kölcsön, vagy talán megrögzött lutrijátékos. Rákentek mindenféle titkos dolgot, ami bűnből, gyalázatból, tehetetlenségből származott, ám akármilyen aljas és bűnös volt is az élete, az ellenszenv, amit keltett, nem ment odáig, hogy kiüldözzék, hiszen fizetett az ellátásért. Meg aztán hasznát is vették. Mindenki rajta töltötte ki jó vagy rossz kedvét, csúfolódással vagy gorombáskodással. A legvalószínűbbnek látszó véleményt, amelyet általánosan elfogadtak, Vokéné mondta ki, szerinte ez a jól konzervált, makkegészséges ember, aki még el tud szórakoztatni egy nőt, közönséges kénc. Méghozzá furcsa hajlamai vannak. Nézzük, miféle tényekre alapozta
Özvegy Vokéné a rágalmait. Néhány hónappal a bajkeverő grófné eltűnése után, aki fél esztendeig a nyakán élősködött, egy reggel mielőtt felkelt volna, selyemruha suhogását hallotta a lépcsőházban, és egy karcsú, lenge fiatal nő lépteit, amint besurrant az öreg Gorió ajtaján, mely a kellő pillanatban kinyílt. A kövér Szilvi rögtön jelentette úrnőjének, hogy egy leány sokkal csinosabb, semhogy tisztességes lehetne, isteni öltözékben, s könnyű szövet topánban, amelyen egy szemernyi sár sem volt, mint egy ángolna besiklott az utcáról a konyhájába, és azt kérdezte tőle, melyik Gorió úr szobája? Vokéné és a szakácsnője hallgatózott. Gyöngéd szavak ütötték meg a fülüket a látogatás alatt, amely eltartott egy darabig.